Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Újabb 5 esztendőre Filóné Ferenc Ibolya kapott bizalmat a választóktól arra, hogy vezesse Bonyhád városát. Azt mondta, a szavazópolgárok nagyra értékelték a város és az itt élők érdekében végzett elmúlt 5 esztendős tevékenységét. Filóné Ferenc Ibolya hozzátette, szeretné, ha Bonyhád a jövőben is olyan közösséget építő hely lenne, ahol jó élni és melyet mindenki magáénak érez. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Bonyhád város fejlődésének előmozdítása érdekében. Bonyhád város fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Elsőbtől sikerrel zárta a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje Filóné Ferenc Ibolya a választást. Az állampolgárok az elmúlt 5 esztendő munkáját jutalmazva 2625 szavazattal választották a város vezetőjévé. Filóné Ferenc Ibolya azt mondta, a mostani szavazást megelőző kampány hangvétele eltért az eddigiektől. Nem vagyunk egyformák, másképp nyilvánulunk meg, aki hatalmon lévő és hivatalban lévő, inkább így fogalmazok, polgármester, annak talán könnyebb kampányolnia, hiszen nem kell más tennie, mint csak azt, amit egyébként is szokott, azt a munkát elvégezni, amit a mindennapokban vállalt. És van egy másik aspektusa is, ami én magam nem igazán élek vele, egyáltalán nem is szereplek. Van egy olyan közösségi média, ami úgy gondolom, hogy az emberek azt gondolják, hogy mindenféle következmények nélkül bármit lehet bárkiről mondani. Én ezt nem tartom jónak, de ez van, ettől függetlenül is létezik. Bár az is lehet, hogy ha itt kibeszélik magukat az emberek, akkor számukra ez egy megkönnyebbülés. De ezért én annak örülök, hogy a Facebookon és különböző más közösségi médiákban megjelent nagyon sok rágalom, hazugság, csúsztatás, a valóságtól eltérő állítás, az a bonyhádi lakosságnak a többségét nem idegenítette el attól a szándékától, hogy rám, illetve a képviselőtestületben a Fidesz-KDNP jelöltjeire szavazzanak, mert ők a csendes többség, akik azért látják a mindennapokban, hogy milyen munka zajlott, hogy milyen fejlődésnek indult a város, és ezt értékelték a szavazatukkal. Nem vettem részt ebben a adókapokban, bár néha nagy a kísértésre, hogy az ember akár minden egyes sorát egy-egy állításnak meg tud száfolni, és tényként lehet kezelni, hogy amilyen állítások megfogalmazódnak, azok úgy önmagukban nem igazak, ezeket hívjuk csúsztatásnak, ugye, ahol némi részigazság van, ha akarom így értem, ha akarom úgy, de nem a valóságot fedik. De nem kívántunk az ilyen sárdobálásba részt venni, és úgy látom, hogy a választók is bölcsen tudtak dönteni. Számomra ennek a választásnak sokkal nagyobb tétje volt, mint az előzőnek, mert akkor először méretettem meg polgármesterként, bár ugye Magyarországon ez volt a 8. önkormányzati választás, és ebből 6-ban már részt vettem. 98-tól választott képviselője voltam a bonyhádi képviselőtestületnek 4 alkalommal, és most másodszor polgármesterként, így 6. alkalommal játszottam valamilyen szerepet, és indultam egyéniben, vagy képviselőként, vagy polgármesterként a választáson. Azért volt számomra teljesen más, mint az előző. Nem csak maga az eskütétel, hanem már maga az egész megméretetés és az egész kampány, mert itt már arról a munkáról adtak véleményt a bonyhádiak, a választópolgárok, amit az elmúlt 5 évben végeztünk. Én mindig kihangsúlyozom, és most is ezt teszem, hogy csapatjátékosnak tartom magam. Soha nem gondoltam azt, hogy én egyedül viszem a város terheit a váromon, bár jogilag ugye a polgármesteri nagyon sok felelősségvállalás, de egy olyan csapattal vagyok körbevéve, akár a képviselőtestületben, akár pedig itt a hivatalban, jegyzőasszalonnyal az élén, akikkel közösen egy olyan fejlődési pályára tudtuk állítani a várost, ami számos eredményt hozott az elmúlt 5 évben, és a választópolgárok részben szerintem erről is véleményt alkottak, amikor leadták elmúlt vasárnap a szavazataikat. Tehát sokkal nagyobb volt a tétje, hiszen erről a munkáról
fejezték ki a véleményüket, és nagyon örülök annak, hogy többen mentek el szavazni, és annak is, hogy személy szerint rám is többen adtak szavazatot, mint 5 évvel ezelőtt. Rengeteg lehetősége volt a városnak, és mi igyekeztünk élni ezekkel a lehetőségekkel. Azt vallottam, és abban voltak partnereim a képviselőtestülettel együtt, a hivatal valamennyi dolgozója, hogy minden lehetőséget, minden pályázatot meg kell ragadni, függetlenül attól, hogy mekkora forrást lehet idehozni a városba, legyen a 100 000 forint, vagy akár milliárd, mert azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy a város fejlődése érdekében ne tegyünk meg mindent. És éppen ezért nagyon sok sikerben volt részünk, amiről egy kiadványt is készítettünk. Nem is fért bele minden, csak a legfontosabbak, amivel a választókat megszólítottuk a kampányban, hogy ezt tettük le az 5 év alatt, és ezt szeretnénk tovább folytatni. Természetesen a jövőben is fogjuk keresni mindazokat a lehetőségeket, amivel tovább lehet lépni, a saját forrásait is növelni a városnak, és azokat a külső forrásokat is megtalálni, ami eznek a fejlődésnek tovább viszi az útját. Vannak új képviselők, ugye a Fidesz-KDNP színeiben is indult egy új képviselő, Kölő Roland személyében, aki nagyon szépen meggyőző fölénnyel nyerte meg a választást, és a kompenzációs listáról is van 2 új tagja a képviselőtestületnek. Természetesen megválasztások követően már mind a valamennyi képviselő egyenrangú képviselőnek számít, és soha nem is tettünk különbséget köztük, ezen túl sem fogunk. Biztos, hogy más lesz, de alapjában az az értékrend, amit mi eddig követtünk, azon nem szeretnék változtatni. Nem tudom szánszerint megmondani, hogy hány határozatot hozott az elmúlt 5 évben az előző képviselőtestület, de százalékban szerintem nem tévedett nagyot, azt mondom, hogy több mint 95%-ban egyhangú 12 igenes szavazati arányjal fogadta el a testület azokat a határozati javaslatokat, azokat a döntéseket, amelyeket előkészítettünk, tehát olyan nagyon rosszul nem végeztük a munkánkat, és bízom benne, hogy a jövőben is így lesz. A jövőben is 2 bizottság, a humán és a gazdasági segíti a bonyhádi testület munkáját, döntött alakuló ülésén a város képviselőtestülete. Filóné Ferenc Ibolya polgármester javaslatára a képviselők egyhangúan Égi Csabát és Szabó Tibort választották meg az alpolgármesteri posztra. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Bonyhád város képviselőtestületének tagjai tették le esküjüket a város önkormányzatának alakuló ülésén. A helyhatósági választás eredményeként az összes egyéni választókerületben a Fidesz-KDNP jelöltje nyert lehetőséget a következő 5 esztendőre. Az alakuló ülés egyik kiemelt pontja volt az alpolgármesterek megválasztása, melyre a polgármester Filóné Ferenc Ibolya tett javaslatot. Ezek alapján a következő 5 évben ismét Égi Csaba és Szabó Tibor tölti be az alpolgármesteri tisztségeket. A képviselőtestület összetétele nagyjából ugyanaz, mint az előző ciklusban volt. Én mégis bízok abban, amit alátámasztanak már a megelőző tárgyalások is, hogy ez egy kompromisszumosabb, békésebb 5 évvel nézünk, mint amit az előző volt. Az előző 5 év úgy gondolom, hogy elég sikeres volt, legalábbis a választópolgárok szerint, és így szeretném megköszönni azt a bizalmat, amit ebben a választásban is belünk helyeztek. Én úgy gondolom, hogy ugyanolyan munkás 5 év lesz, ugyanolyan munkás, ahogy eddig zajlott. Nem gondolom, hogy túl nagy változás lesz. Mindenkinek sok sikert kívánok a testületben. A képviselőtestület továbbra is 2 bizottsággal működik. A gazdasági bizottságot Kovács Ferenc, míg a humán területért felelős bizottságot Kersák Tamás irányítja majd. A képviselőtestület alakuló ülésén részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki maga is vezette a testület munkáját. Azt emelte ki, a rendszerváltás után mindig jobboldali városvezetés irányította Bonyhád életét. Az elmúlt 29 évben, tehát a rendszerváltás óta ez az oldal vezeti ezt a várost. Ennek biztos sok oka lehet. Lehet az, hogy történelmi okai vannak, mert jól kialakult közösségek élnek ebben a városban. Aztán az is lehet az oka, biztos, hogy ez az oldal nagyon sokat dolgozott annak érdekében, hogy ez így legyen és így maradjon.
és a mostani választások alkalmával is a Fidesz-KDNP jelöltjei, polgármesterasszony is fölényesen nyerték meg ezt a választást. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási felhatalmazás, egy óriási bizalom, amit újra és újra a képviselőtestületeknek, illetve a polgármestereknek meg kell mutatni, vagy bizonyítaniuk kell, hogy megszolgálnak ezért. Én remélem, hogy sikerül a következő 5 évben is közösen úgy dolgozni a városért, a város környékért, az itt élő emberekért, hogy 5 év múlva, 3 év múlva, illetve 5 év múlva is hasonló sikerekről tudjunk beszámolni. A testület döntése értelmében Filóni Ferenc Ibolya képviseli majd a várost a Völgységi Önkormányzatok Társulásában és a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásban is. Bonyhádon is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről október 23-án. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központba szervezett ünnepi megemlékezés részeként bemutatták az Egy álomért címet viselő, a Perczelmór szakképző iskola tanulóinak műsorát. Ünnepi beszédet mondott Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere. Az október 23-i ünnepség a Perczelmór szakképző iskola diákjainak műsorával folytatódott, majd fáklyás felvonulással és az 1956-os emlékhelyek megkoszorúzásával ért véget. Bonyhádon az 1956. október 23-ai eseményeket a Perczelmór szakképző iskola diákjainak műsora elevenítette fel az ünnepi programsorozaton. Ezrek és ezrek az utcán, nem lehet ráismerni Pestre. Az égen száz csillag hunyorgott, lenézett egy-két vörös fényre, csattant, kiáltott a jelszó, a rabságnak már legyen vége. Tegnap még sejme szőke helyett simogatta szelíd anyai kéz. Ma fegyverrel a kezedben a barikádra mész. Tegnap még féltél az iskolában, hogy a leckét nem tudod jól. Ma orosz túlerővel szemben a géppisztolyod szól. Csak 14 éves voltál, vézna, kék szemű gyerek. Bekiáltottál a konyhába. Anyu, most tüntetni megyek. Olcsó mackó ruhát viseltél, megtalpalt iskola cipőt. Emléked azóta már csodás legendává nőtt. Mert soha, soha a világon még nem harcolt ilyen sereg, halált megvető bátorsággal, ennyi gyerek, magyar gyerek. Nagy a világ, és rá se ránt, ó, gyere felé, a követ kivet iránt. Ha közel a víz, nem remeg a szánk, le fogjuk győzni, nekünk ez a hazánk. Véssük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer haza iránt érzett szeretet ad erőt ahhoz, hogy továbbra is megőrizzék Magyarország és a magyar nép függetlenségét mindenféle elnyomó diktatúrával, idegen kultúrával szemben, hangsúlyozta ünnepi beszédében Bonyhád polgármestere Filóné Ferenc Ibolya. Szikrázó fényekkel teli szép őszi nap volt. Egy fővárosi gyár dolgozói reggel munkába siettek. Az üzemhez érve arra lettek figyelmesek, hogy a kollégák közül sokan még nem mentek be az épületbe. A kapura helyezett röplapokat olvasták, mindenki arról beszélt. A legtöbbük csodálkozott, mert az ajtók korábban csak a szocialista munkaverseny tervtáblázatai voltak kifüggesztve. Igaz, azok miatt nem igen állt meg senki, mert mindenki tudta, hogy ami rajtuk szerepel, az hazugság. A friss papírárdat mindent eltakart. Egy dolgozó bátran kiállt a többiek elé, és így összegezte valamennyiük véleményét. A hazugságokat valakik igazságra cserélték. Akkor a kapuajban állók még nem tudták, hogy épp a történelem kellős közepén állnak. De torkukban dobogó szívvel és lélekkel, tenni akarással intézték az eseményeket. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves emlékező bonyhádiak, a hazugságokat valakik igazságra cserélték.
1956. októberének igazsága egy a milliók szívében régóta ott rejtőző közös felismerésből született meg. A diktatúrát, amely megnyomorította a benne élők lelkét is, Magyarország polgárai megelégelték. Megelégelték a sztálinista terrort, az álmokat semmibe vevő rezsim aljasságát, féktelenségét, embertelenségét. Torkig voltak a kilátástalan szegénységgel, az országot tönkretevő elvtársias hozzávenértéssel, a megfélemlítés véres politikai valóságával. Ezért bukott meg 1956. októberében először, majd 1989-90-ben pedig végérvényesen a kommunista-szocialista rendszer. Mi volt a világforradalmárok rendszerének legalapvetőbb hibája? Az, hogy hazugságra épült. Hazugság volt minden, ami a mikrofonokból, a rádióból szólt. Erről való Törkény István egy vele készült interjúban 1974-ben. Mikor megindult a Szabad Rádió, behívtak a parlamentbe, mert akkor onnan adták a műsort. És a rádió új igazgatója megkért, hogy írjak egy bevezetőt az indulóadáshoz. Mondtam, hogy szívesen. Ott megírtam. Így kezdődött. Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámosszon. Milyen ismerősen hangzik ez a mondat. Talán legtöbbünknek nem az eredeti Örkényi gondolat éget be a lelkébe, hiszen akkor még meg sem születtünk, ezért nem is lehetünk részesei az akkori eseményeknek. Sokkal inkább az 50 évvel később elhangzott mondat, amely napjainkban is kísért minden jó érzésű magyar embert. Mint ahogy kísért 2006. októberre is, amikor Budapest utcáin ismét vérfolyt. Bonyhád polgármestere arra kérte a megemlékezőket, soha ne feledjék a kisembereket, szüleiket, nagyszüleiket, akik végig küzdötték a háborút, túlélték az 50-es, 60-as évek nincstelenségét, akik minden nehézség ellenére kitartásukkal lehetővé tették, hogy ma egyáltalán emlékezzenek és Magyarországról beszélhessenek. Az emberek önmaguknak is hazudtak. Titkon azt remélték, hogy valaki kimondja az igazságát. Várták, hogy az akkori hatalom a népet végletekig kizsigerelő, magyarságában megalázó kommunista rendszer semmivé váljon. Az idegen hatalmakat kiszolgáló kormány ellen a mélyben izzott a gyűlölet parazsa. A szikrát a fiatalság bátor fellépési adta meg. Hitüknek, önfeleldozó bátorságnak volt köszönhető, hogy a félelemben élő Magyarország felemelte a fejét, a megalázott népből újra történelmére, kultúrájára büszke nemzetté vált. A békésen indult budapesti tüntetés szervezői az egyetemek és főiskolák hallgatói voltak. Az 1956-ban 15 pontban megfogalmazott követeléseik alapja a szabadság, egyenlőség és testvériség megteremtése, a polgári átalakulás és a nemzeti függetlenség békés kivívása volt, amely a 48-as 12 pontra épült. 56 hőseinek tiszteletére a helyi művelődési központ előterében tájékoztató mini kiállítás tekinthető meg november elejéig. Bonyhádon az október 23-ai ünnepség végén fáklyás felvonulás kíséretében megkoszorúzták az iparos udvari, a régi községházánál és az országzászló mellett található emléktáblákat. Az 56-os forradalomra és a mártírokra emlékező programok üzenete az utókor számára az, hogy öröklött értékeink védelme közös jövőnk zálogát jelenti. Az 56-os forradalomra és a mártírokra emlékező ünnepi program keretében adták át idén is a Boros Dezső díjat Bonyhádon. Idén Máté Norbert, a Percelmor szakképző iskola testnevelő tanára részesült a kitüntetésben, példaértékű pedagógusi munkája, oktatói nevelői tevékenysége, a sport iránti elkötelezettsége és diákjaival elért kimagasló eredményei elismeréséül. Mint minden évben, úgy az idén is az 1956-os ünnepi megemlékezésen adta át a város vezetése a 2003-ban alapított Boros Dezső díjat, ami az egykori kiváló testnevelőről, nemzetőről nevezette el a képviselőtestet. 2019-ben Máté Norbert, a Percelmor szakképző iskola testnevelő tanára részesült a kitüntetésben, példaértékű pedagógusi munkája, oktatói nevelői tevékenysége, a sport iránti elkötelezettsége és diákjaival elért kimagasló eredményei elismeréséül. Egy-két olyan köszönetet szeretnék megejteni, ahol dolgoztam, vagy
fogok dolgozni, vagy esetleg fontosnak tartanám. Az első és legfontosabb az iskola, ahol az időm legnagyobb részét töltöm. A Szekszárdi SC Percer Mol szakképzőiskola és kollégium vezetőinek szeretném megköszönni, hogy nem volt még talán olyan, hogy elém akadályt gördítettek, és mindig úgy éreztem, hogy fontosnak tartják, hogy a sport tekintetében is az iskola kiemelkedőt alkosson, és mindig elismerték munkámat. Köszönöm a vezetőknek. Szeretném az egyik kollégámat kiemelni, mert mióta az iskolánkban dolgozó Genszer János tanár úr az, aki folyamatában mindig ott volt mellettem, és úgy érzem, hogy olyan munkakapcsolat van köztünk, amivel egymást tiszteljük és elismerjük. Köszönöm Jánosnak ezt. Egy igazán meghitt és felejthetetlen élmény volt a kitüntetés átvétele, mondta előjáróban Máté Norbert pedagógus. Családunkban nagyon fontos szerepet játszott mindig a sport. Édesapám labdarúgó volt, édesanyám pedig röplabdázott. Mindig is mindenki a családba valamit sportolt, és fontosnak tartjuk, hogy mozogjunk. Kisgyermekkoromban nem tudtam eldönteni még pontosan, hogy mit szeretnék, de azt tudtam, hogy a sport az, ahol szeretnék mindent mindig megtenni, és hamar kiderült számomra, hogy ezzel kapcsolatos dolgot fogok csinálni, mert ez az, ami érdekel. Középiskolát elvégeztem Pécsen, és akkor már tudatosult bennem, hogy ez az a pálya, ami nekem való, mert ez köré összpontosul mindenféle érdeklődési köröm. Elvégeztem a Pécsi Tudományegyetemen a testnevelő edzői szakot, és utána kerültem egyből, ahogy elvégeztem ide Bonyhádra, és a Percel Mór szakközépiskolába tanítok azóta. Mi nagyon fontos, hogy legyen valami határozottsága az embernek, mert különben elviszik a gyerekek egy irányba. A motiváció, ami úgy gondolom, hogy a mai világban elkerülhetetlen, hogy valahogy keltsük fel a gyerekek érdeklődését, és ezt próbálom nekik átadni. A sport szeretetét pedig saját magam jelleméből fakadva próbálom nekik átadni, hogy nagyon fontos például, hogy ne dohányozzanak, egészségesen éljenek, és akár az is fontos, hogy eltakarítsunk egy mérkőzés után, magunk után, vagy hogy beszélünk az ellenféllel, milyen sportszerűen viselkedünk. A fair play-t azért tartom fontosnak, mert anélkül, ha győz is a csapat, vagy esetleg csak az osztályban játszanak, nincs akkora értéke, és a mai világban nem csak a sportban, hanem akár a munkahelyen, akár a társas kapcsolatoknál is fontos, hogy az ember a méltóságát megtartsa, és úgy végezze minden nap a munkáját, hogy az tisztességes legyen. Ha ezt a sport által megtanulják, akkor jobb emberek is lesznek, ezért tartom fontosnak. Folyamatosan különböző eszközökkel próbálom a saját jellememmel, különböző technikákkal, és úgy érzem, hogy a mai világban a gyerekeknél muszáj is egy kicsit változtatni, és az ő nyelvükön beszélni valamennyire, és arra lesznek fogékonyak. Kell valamiféle határozottság is, mert szintén úgy érzem, hogy régebben, egy 15 éve, amikor elkezdtem tanítani, talán még ezek a dolgok egy picit egyszerűbben mentek. Most már vannak olyan pillanatok, amikor ha határozott az ember, akkor későbbiek folyamán sokkal könnyebb lesz. Nagyon fontosnak tartom az emberi dolgot, a példamutatást, mert ha én következetes vagyok, úgy élek, ahogy én azt szeretném, hogy ők viselkedjenek, akkor nekem is könnyebb dolgom van, és sokkal hitelesebb leszek. Én minden nap, amikor bejövök az iskolába, nagy örömmel jövök, és a sport iránt is olyan a saját kapcsolatom, hogy látszik rajtam, hogy alig várom, hogy mozogjak.
nem ritka, hogy beállok hozzájuk esetleg közösen a játék részébe, vagy bármilyen gyakorlatban, és akkor látom, hogy ez nekik egy plusz élményt ad. Az emberen látják, hogy a sport örömet ad, akkor ők is talán egy picit átvesznek ebből, és sokkal könnyebb lesz megszerettetni velük ezt a tantárgyat vagy sportágat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!